Na, itt vagyok, kedves barátaim, sziasztok! Továbbra is akkor eldöntöttem, hogy ezentúl fogok nektek ilyen imádságos videókat készíteni. Van ez a szent könyvecske, ebből fogok nektek olvasni, és arra gondoltam, hogy kezdeném, mivel ma csütörtök van, csütörtök esti imádsággal kezdeném, és pedig, igen, csak Istenben nyugodjál még lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Zsolt 62,6/7. Nézzétek meg, meg is mutatom, hogy honnan olvastam. Tehát így van. Csütörtök esti imádság, így van. És akkor én azt mondom, hogy most gyertek együtt imádkozzunk, jó? Gyertek. Mindenható Isten, Atyám Jézus Krisztus által, legyen áldott szent neved, hogy ma is megtartottál, bátorítottál, amikor elfáradtam, pihenést engedtél, amikor elcsüggettem, lelked által újra felemeltél és tovább indítottál. Egész napomat a te oltalmadban tölthettem, Jézus nevében cselekedhettem. Hálás szívvel köszönöm neked, Atyám, jóságodat, irgalmadat, vezetésedet, dicsőítem, és magasztalom ezért szent nevedet. Kegyelmedbe ajánlom ezen az estén is szeretteim életét és a saját életemet. Kérlek, légy velünk az éjszakában, őrizd meg a gonosztól, tartsd meg oltalmadban. Áldott legyen szent fiat, hogy benne tapasztalhatom meg végtelen jóságodat is, szeretetedet, áldozatáért nem nézve bűneimet, elfogadsz engem gyermekedül. Ő érte kérlek, küld szent lelked oltalmazó erejét számomra és szeretetteim számára, most is mindörökké. Amen. Na hát, továbbra is akkor ez lett volna csütörtök esti imádság. Sanyika voltam, és majd találkozunk. Szerintem lesznek, én azt mondom, hogy legyenek reggeli imádságok, és nem így van, szerintem is. Ebből a könyvecskéből látjátok, hogy vannak csütörtök esti imádság, és csütörtök reggeli imádság, stb. Tehát ebből szeretném nektek olvasni ebből a könyvecskéből, jó? A végén pedig azt írja, megmutatom nektek, igen, hogy mit ír itt. Sokan mesélték már nekem, hogy gyűjtik a szép imákat, és mindig azt szokták mondani, amelyik a lelkiállapotunknak leginkább megfelel. Az ima által ki tudjuk fejezni Isten dicséretünket és hálánkat, örömeinket, de bánatunkat is. Az imádkozás által minden élethelyzetben Istenbe kapaszkodhatunk. Jézus is szüntelenül imádkozott, és imádsága mögött kettő szándékot fedezhettünk fel. Együtt lenni az Atyával, és megtudni szándékát. Nekünk is éppen ezért szükséges imádkoznunk. Az ima révén együtt lehetünk a mennyei Atyával, és megtudhatjuk szándékait. Nem neki, hanem nekünk van szükségünk erre. Így van, bizony. Na jó van akkor. Sanyika voltam, és minden jót. Áldottak lehetek, meg áldalak titeket Jézus nevében. Minden jót nektek. Így van. Na jó van akkor.
találkozunk majd legközelebb következő imádsággal, jó? Legalább ezáltal is közelebb kerülhetünk Istenhez, és a mindennapjainkat szépé tudjuk varázsolni. És ezáltal persze Isten velünk lesz, és megváltozik életünk, jóra fordul életünk. Így van. Én bízok ebben, jó? Na. Járjuk szerintem járjuk ezt az útat, és én is megpróbálok jobban és jobban Istenhez közeledni, a mi atyánkhoz, és jó lesz. Szuper lesz, nekem is jó lesz, nektek is jó lesz, mindenkinek jó lesz, aki próbál hozzá közeledni. Ez 100%. Így van, Istennél nincsen nagyobb hatalom, nincs egy olyan hatalom, amiben tudunk hinni és megsegít, nincs. Nem szerencsére kell bízunk az életünket, mert csalódni fogunk. Nem. Az életed nem arra megy. Nem, az életünk... nem arra megy az életünk, sajnos. Nem szerencse, és nem saját eszünkre kell támaszkodjunk. Nem. Egyáltalán nem. Itt Isten van, aki tud, helyre tudja állítani a dolgainkat, és utolsó percben meg tudja változtatni jóra az életünket. Akkor is, amikor az ember nem is hiszi el, hogy jaj, most minden olyan nem a legjobban megy az életünkben, de hát Istennél vannak csodák, és Istennél valójában 90 fokos fordulatokat tudnak venni a dolgok, tehát valójában nála nincsen lehetetlen, és nála minden lehetséges. Csak bízni kell. Én ezt már rég tapasztaltam, csak lehet, hogy néha-néha picit az ember akaratán kívül eltávolodik Istentől, de lehet továbbra is közeledni. Minden nap. Igen, minden nap lehet jobban és jobban közeledni Istenhez. Bízom. Ez csak rajtunk múlik valójában, hogy mennyire akarjuk Istent, és mennyire akarjuk azt, hogy ő megsegítsen minket, és velünk legyen, és problémánkat megoldja. Ez csak rajtunk múlik. Úgyhogy, kedves testvéreim, akkor lehetek áldottak, jó? Na, sziasztok, minden jót! Sziasztok! És ne feledjétek, találkozunk következő videómban, jó? Sziasztok! Big like! És persze, hogyha benne vagytok abban, hogy lejárnak még ilyen videók, akkor kérek szépen egy big like-ot, jó? Köszönöm szépen mindenkinek! Sziasztok!